Tizedik alkalommal rendezte meg a SZEI Védőnői Szolgálata Újpesten az Anyatej Világnapját. A jeles napon ünnepségen köszöntötték a gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat. A Karinti AMK auláját megtöltötték az anyukák, apukák és kisbabáik az Anyatej Világnapján. Augusztus utolsó hetében szoktuk megrendezni ezt a kedves ünnepséget. Mai nap azok az édesanyák jöhettek el, azokat várjuk szeretettel, akik legalább 6 hónapos korig anyatejet kaptak, ügyesen szoktattak, és azokat az édesanyákat szeretnénk még köszönteni, akik a saját babájukon túl más csecsemőknek is anyatejet tudtak biztosítani. Ez ebben az évben 18 édesanya. A védőnők segítenek eljuttatni az anyatejet azokhoz az édesanyákhoz, akiknek nem lehet tejük. Akiknek meg több van, szívesen segítenek. Ők szívesen vállalják el ezt a plusz munkát, hogy lefejik a tejüket, leadják, onnan elviszik házhoz, házhoz házig, elviszik a központi anyatejgyűjtőbe, és ezt a lefejt anyatejet mi vissza tudjuk kérni a kerületben azoknak a csecsemőknek, akik rászorulnak. Már a kislányomnak raktam el, tehát hogyha esetleg elapadt volna a tejem, neki is lett volna, és azt gondoltam, hogy ha még ennél is több van, akkor az a minimum, hogy segítsek azoknak, akiknek valamilyen okból fogva nem lehetett, vagy nem tudtak a babájuknak adni. Nagyon fontos az, hogy minél több szülő tovább szoptassa a gyermekét. Nekem is 2 gyermekem van, és hogy az egyik 2 éves, a másik 8 hónapos, és mind a kettőt, nagyobbikat majdnem 2 éves koráig, a kicsit most 8 hónapos, még mindig szopizik, és igenis nagyon fontos, hogy anyatejen nőjenek föl, mind az egészségi állapotuk miatt, hogy minél védettebbek legyenek, amit bizonyos távszerek nem tudnak megadni. Az esemény fővédnöke Wintermantel Zsolt volt, aki kislányával, Zoéval érkezett, és személyesen is érintett a kérdésben. A kisfiamat plusz hozzátáplálással kellett etetnünk akkor, amikor megszületett, és ez a védőnői szolgálat által szervezett anyagyűjtő akció keretében lehetett. Ez talán önmagában is mutatja, hogy mennyire fontosnak gondoljuk személyesen is az anyatejes táplálást, és hogy mennyire fontosnak tartjuk azt a munkát, amit itt az újpesti védőnők ezzel kapcsolatban tesznek. Segítenek a védőnők, segítenek egymáson az édesanyák, és még az édesapák szerepéről sem feledkeznek meg. Az édesapáknak szeretném megköszönni azt, hogy biztosítják azt a nyugodt légkört, hogy az anyuka boldogan, nyugodtan szoptathassa a gyerekét.